Tipszet azoknak érdemes nézni, és azért érdemes nézni, akik, és szerintem nagyon sokan vannak így, szeretik a sportfogadást. November végén egy igen rendhagyó sajátgyártású produkcióval bővült a sportklub repertoárja, melyről már az első néhány adás után látszott, beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A műsorvezetők Forró Bence és Sebők Vili a kezdetektől fogva könnyedén eligazodtak az otcok kuca világában, hiszen mind a ketten notórius sportfogadók. Így nem is csoda, ha a műsor megalkotásának ötlete nem a szokásos irodai körülmények között pattant ki Bence fejéből. A tipster ötlete egy lottózóban kezdődött. Bence, szíli! Ciao. Csak nem fogadsz. Hát dehogy nem. Mondom, te is. De itt ülök egy fél órája. Szenvedsz? Nagyon szenvedsz? Nem, nem könnyű. Nem megy? Nem olyan nehéz, ezt figyelj, de azt mondja, hogy... Ez 57... Van valami? Tuti? Hát hogyne, ez mindig van. Igen? Hogyne, persze. Várjál, melyik is vagy? Jó, 126... És mi? Igen? Persze, hát ez ennyi, hát ez... Ennyi. Ja? Jó. Ennyi, jövök, föladom. Csókolom, van itt egy tuti. Pénz nyújt, akkor automatikusan abban életem van, nem? Köszönöm. Csókolom. Na, én megy, rohanok is, figyelj, de én meg vagyok. Jó. Jó? Okay. Sok sikert, ügyes légy. Kösz, neked is. Ez tudva ez. Vili! Vili! Már egy percre. Na, mondjad! Semmi, csak tudod, az jutott eszembe, hogy de láttam, hogy te is elég sűrűn fogadsz meg. Na, igen, 15 éve játszom rendszeresen. Aha. És jól megy? Nagyon, nagyon, nagyon. Nem panaszkodom, tényleg. Jól találok. Te? Nekem is megy, de azért átad egy kicsit úgy gondolkodtam vele. Na láttam, hogy gondban voltál, valamikor egy kicsit elbizonytalan. Nekem gyorsabban megy. A rutin, a rutin. Hát figyelj, 15 év. Persze. Tudod, mire gondoltam, hogy miért nem csinálok egy tévéműsort erre? Mire gondolsz pontos? Sportfogadást. Tudod, hány embert érdekel? Érted? No, te adod a tippeket, kitaláljuk az egészet, aki pedig szereti, az nézi, és hogyha nyer, akkor sikeres lesz a műsor. Jó van. Lenne vagy? Persze, persze. Na, jó van, kezdett rá. A szakértő duó tehát összeállt. Forró Bence 27 éves műsorvezető, 9 éve fogad. Szakterülete a tenisz és a futball. Találati aránya 70%. Sebők Vili 41 éves ex-futballista, a sportklub állandó szakértője. 15 éve fogad. Szakterülete természetesen a labdarúgás. Találati aránya 85%. A fiúk tudják, mit csinálnak. Céljuk a szerencsefaktor minimálisra szorítása, így a tuti tippek megszületését egy szigorú 4-5 napos megfigyelési időszak előzi meg. Ennek nagyon sok összetevője van. Hát, hogyha megnézünk egy csapatot, én megnézem azt, hogy mennyi a sérült játékos, ki az, aki esetleg eltiltott, nem játszik azon a mérkőzésen. Nézem azért a statisztikát, hogyha mondjuk van egy csapat, amelyik már hetek óta egyfolytában nyer, akkor azt általában nem játszom, mert ugye előbb-utóbb jön egy bukta. Ahogyan azt már korábban említettem, a srácok a képernyőn kívül is szeretnek és szoktak fogadni. Vili például Angliában töltött évei alatt mélyett el igazán a sportfogadásban. Egy olyan ország, ahol mindenre lehet fogadni, tehát ha az ember bemegy egy fogadirodába, kitalálhat magának egy fogadást. Tehát, például volt egy ilyen, abban az időben, 99-ben Beckham a Manchester Unitedbe futballozott, felesége éppen terhes volt, és az egyik fogadási tétel az volt, hogy Beckham születendő gyermeke fog-e a világbajnoki döntőt játszani. És erre adtak egy otcot. Furcsa fogadásokat persze manapság hazánkban is köthetünk, ám a tipsterben nem ilyen komolytalan témákkal foglalkoznak a fiúk. A műsor célja ugyanis a szórakoztatás mellett persze az, hogy a műsorvezetők hasznos tanácsokkal lássák el a tévénézőt, melyek akár súlyos összegeket is hozhatnak a konyhára. Tipsteres rácoknak üzenem, hogy köszönöm, 42 000-et nyertem. Nem véletlenül rakunk össze mi mindig egy heti tutit, amiben azt mondjuk, hogy az a mérkőzés, ami oda bekerül, az az esemény, ami bekerül, az nagyon nagy valószínűséggel be fog jönni. És azt mondom, hogy, és a statisztikák is ezt mutatják, mert hogy így az új év kapcsán készítettem egyet, hogy javuló tendencia van, egyébként se rossz. Kollégeink tehát már 70%-os pontossággal tippelnek, de még korán sem dőlnek hátra, hiszen a cél a folyamatos fejlődés. Ahhoz persze arra is szükség van, hogy szeressenek együtt dolgozni, hiszen úgy lehet igazán hatékony a közös munka. Bence nagyon lelkes, nagyon okos fiú, tanul az idősebbektől. Tökéletes alany erre az egészre. Szereti a sportfogadást, tehát mindenki nyerni akar, mindenki pénzt akar. Ha aki mást mond, az hazudik, de emellett vannak ennek a játéknak szerelmesei, és úgy látom, hogy ő is az. Mint műsorvezető fantasztikus, tényleg jól viszi a műsort, próbálok felnőni hozzá, és remélem sikerülni is fog előbb-utóbb. Szerintem Vilinél jobb embert erre a műsorra nem lehetett volna találni. Magyarország egyetlen sportfogadással kapcsolatos műsora minden csütörtökön jól összeszokott párossal jelentkezik itt a sportklubban. Mi senkit nem akarunk rábeszélni, tehát senkinek nem mondjuk azt, hogy menjél el és fogadjál. Pedig a fiúk tanácsait talán érdemes megfogadni.